Szombati híradásainkban beszámoltunk arról, hogy nincs elegendő támogatói aláírása a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Horvátok Demokratikus Közössége és a Magyar Mozgalom koalíció listájának a köztársasági választásokon való induláshoz. Ezt Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István lista köztársasági lista vezetője nyilatkozta. Elmondta, a köztársasági választási bizottság több hiányosságot is megállapította a magyar mozgalom, hogy változtassunk VMDK listával kapcsolatban. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének, valamint a Horvátok Demokratikus Közösségének magyar mozgalom elnevezésű listája nem rendelkezik elegendő támogatói aláírással. A VMS köztársasági választási bizottságba delegált tagjai áttekintették, hiszen ehhez joguk van, ennek a listának a teljes dokumentációját, és megállapítást nyert, hogy 179-el kevesebb aláírással rendelkezik a VMDK, HDK lista. Pásztor Bálint arra is felhívta a figyelmet, hogy a választásokon való induláshoz szükséges aláírásokat az említett pártok többek között Közép- és Dél-Szerbiában gyűjtötték össze. Varga László, a Magyar Mozgalom, hogy változtassunk VMDK lista köztársasági lista vezetője a Vajdaság Ma hírportálnak azt nyilatkozta, hogy nagyjából 19 ezer aláírás gyűjtöttek össze a köztársasági, a tartományi és az önkormányzati szinteken való induláshoz, és ezek 90%-a vajdasági magyar emberektől származik. Szerinte a választási eljárás ezen fázisában senkinek sincs jogosultsága betekinteni a választási anyagba, ezért jogi lépéseket is fontolgatnak. Elmondta, a hiányzó aláírásokat hétfő délelőtt fogják összegyűjteni.